Egyhetes demo vúdalkotó tábor vette kezdetét vasárnap Tokajban. A tábor a külhoni magyar családok éve program keretében jött létre azzal a céllal, hogy minden korosztálynak adjon valamilyen pluszt, amivel lehetővé válik, hogy a külhoni magyarság a szülőföldjén maradjon és ott boldoguljon. A külhoni magyar családok éve programra 1 milliárd forint áll rendelkezésre. Ez nagy része vállalkozóknak nyújtott támogatásra megy majd, és külhoni szervezetek támogatására, családszervezetek, egyházi, civil szervezetek támogatására, amelyek családokat segítő tevékenységet valósítanak meg. Kisebb összeg van elkülönítve programok megvalósítására, de ezeket mindig igyekszünk úgy rendszerezni, hogy utána nagy hatékonysága legyen majd neki. A táborba pályaválasztás előtt álló 14-18 éves diákok érkeztek a felvidéki, kárpátaljai, erdélyi és vajdasági magyar középiskolákból. A résztvevőket a Helyi Pedagógus Szövetség és a Vajdasági Magyar Nemzeti Tanács választotta ki. A gyerekek 82-en vannak, és a kísérőkkel, táboroztatókkal együtt 101-en vagyunk. A gyerkőcök határon túlról érkeztek az összes külső határmenti országból, és hát van, akik 15,5 órát utaztak, úgyhogy elég komoly volt a tegnapi teljesítmény, de ennek ellenére az esti performanszok nagyon jól sikerültek, teljesen összekevertük a gyerkőcöket, tehát volt olyan csapat, ahol ugye senki nem ismerte egymást, és picit így megismerték, ki honnan jön. A tábor célja, hogy kreatívan fejleszék a gyerekek képességeit, és egyedi alkotásokra ösztönözzék őket, ezért különböző workshopok várják a következő napokban a diákokat. Megismerkedhetnek a fotózás és a filmezés világával, de lehetőségük lesz animációkat és textileket készíteni, és bepillantást nyerhetnek a formatervezés kulisszái mögé is. Kiskoromban rajzoltam az autókat, és ez most tavaly egy évvel jött elő, hogy tervezgessem az autókat, és akkor most azért jöttem ide ebbe táborba, mert meghallottam, hogy dizájntábor, és akkor rögtön felemeltem a kezemet, hogy én szeretnék jönni. És hát ettől a tábortól azt várom, hogy kicsit megtanítsanak jobban a formatervezésről, meg főleg a járműtervezésről. Hoztam egy kis mappát, amit meg szeretnék mutatni olyan embereknek, akik értenek az ipartervezéshez, és akkor igazából azért jöttem ide, hogy minél többet tanuljak, amivel szeretnék foglalkozni jövőben, az pedig a járműtervezés. A tábor végén az elkészült, kézzel fogható alkotásokat a gyerekek haza is viszik majd.